A nyári film The Ping egyik nagy költségvetésű alkotása a számomra nagyon várt Grey Man, vagy magyarul a szürke ember volt. A történet dióhéjban annyi, amennyi az előzetesben is benne volt. A Ryan Gosling által játszott Sierra 6 névre hallgató CIA ügynök az egyik akciója alkalmával olyan információk birtokába jut, mely veszélyes tényezővé teszi őt az új munkáltatói számára. Egy nem kívánt tényezővé, akit bármi áron, de el kell törölni. És itt jön a képbe az antagonista, a Lloyd Hansen, akit Amerika legjobb segge, Chris Evans alakított, és te atya, úr, isten, mennyire jól hozta a karakterét. De erről egy kicsivel később. A történet folyék egyszerű, és a legjobb barátomnál zajló első megnézés alkalmával leginkább az élményre mentem, második megtekintésre viszont maximálisan a történetre fókuszáltam. Meglepő, de a második megnézésre jó szívűbb voltam vele, így láthatjátok is, hogy 8 pontot kapott tőlem. Nem kell világmegváltó gondolatokat, idézhető dialógusokat vagy bármi egyediséget várni ettől az alkotástól. Ugyanakkor még így is több érték van benne, mint bármelyik halálos iramban filmben. Lekött téged, és ha igaz jelenfejlődés nem tapasztalható egyik karaktertől sem, a köztük lévő kémia és rugalmasság miatt már mindenképp megéri elindítani ezt a filmet egy szomorkás szombati napon. Pláne a látvány miatt. Szereplőink meg annyi ország, meg annyi városában, vagy érintőlegesen, vagy pedig hosszabb játék ideig tartózkodtak. Egy párszor még jó volt látni ezt a sok helyszínt, de később ez átfordult egy konkrét kérdésé a fejemben. Hogy a francba tudtak ilyen gyorsan egyik helyről a másikra jutni a karakterek? Amit pedig megint csak nem értettem, az a drón használat volt. Sikerült olyan jelenetekhez használniuk, amik alapvetően nem kívántak volna drónfelvételt. Na meg ott van még a CGI használata. A 200 milliós büdzsé néhány helyen nem tükröződött vissza. A film legelején lévő harc nagyon szép volt, viszont az utána következő repülőből való kizuhanásos jelenet már pocsékul nézett ki, hiszen nem láthattunk lényegében semmit. De sajnos nem csak a CGI volt egyszer ilyen, egyszer meg olyan. A brutalitást is ide-oda váltogatták, pedig ennek a filmnek el kellett volna egy 16 vagy 18-as karika, és több vér, szerintem. Ellenpólusnak ott van a szintén Netflixes alkotás, a Tyler Rake Kimenekítés. Na ott szépen adagoltak mindent, művér és brutalitás szempontjából. Itt viszont voltak késelések és lövések, amiből semmit nem láttunk a kamerarángatás miatt, de egy körömletépős kínzást megmutattak. Ki érti ezt? Voltak jó ötletek és megvalósítások, azonban kicsit hiányérzetem van. Főleg mivel a Russo tesók és a Christopher Markus Stephen McFeely páros a Marvelnél már összehoztak igazán jó és értéket adó filmeket. A Marvel berkein kívül azonban eddig úgy tűnik, csak a szárny próbálgatásokra futja tőlük. Voltak kisebb üres járatok is a film alatt, ami nem igazán vitte a sztori lényegi részét. Így ez a 2 óra olykor nekem soknak érződött. Az akció mennyisége főleg a prágai jeleneteknél igencsak jók lettek. Mikor így néztem és kapkodtam a fejemet a sok inger miatt, úgy voltam vele, hogy ezt nem lehet überelni. Aztán a film mit csinált? Hát überelte saját magát. Zseniális. Ahogy a harc koreográfiákat is jól komponálták meg, bár ez már szinte elvárható minden nagyobb költségvetésű Netflix által készített akciófilmtől vagy sorozattól. A hangzásvilág is teljesen okés volt, a betétdalok is tetszettek, ahogy a hanghatások is kellőképpen elegendő ingert szolgáltattak a számomra. Rátérve az alakításokra, lényegében minden nagyobb név hozta azt, amit elvártunk. Ryan Gosling egy csendes gyilkos, Chris Evans a néha ripacs, szociopata antagonista, Ana de Armas a cuki, de halálos ügynöknő, és még lehetne sorolni. Nem volt kiugró alakítás negatív szempontból, viszont Chris Evans-t kiemelkedőnek vélem, hisz nemigen láthattuk még őt szociopatát játszani. Bár való igaz, ebben a filmben kész karaktereket kapunk már, akik tudják, hogy mit miért csinálnak. Nincsen jelenfejlődésük, és a film első 20 percében megkapjuk őket, az összes motivációjukkal együtt, ami nem igazán bővül a film további részére. Egyébként külön piros pontot kap a film, hogy a női mellékszereplők nem kerültek háttérbe, és nem csak biodíszletek voltak, mint elég sok alkotásban. Mind Ana de Armas, mint Jessica Henwick, és mint Alfre Woodard karakter is talpra esett, és átérezhetően megírt volt. Mark Greene 2009-ben kezdte el a Szürke Ember könyvének írását, és ez a sorozat már a 9. részénél tart. Az író egyébként a méltán híres Tom Clancy tanítványának is jobb kezének számított,
és a beszerzendő könyvek listámra ezeket a könyveket mindenképp felírtam. Szóval lényeg a lényeg, az alapanyag az bőven van. Olvasva a híreket és a bevételeket biztosra veszem, hogy a berendelt folytatás és a spin-off is elkészül majd. Ez nem épp azt vetítik előre nekünk, hogy esetlegesen nem szeretné a Netflix, hogy egy franchise bontakozzon ki ebből a történetből. Lehet nem lesz olyan, mint egy James Bond, vagy Bourne, vagy Mission Impossible franchise, de hogyha nem csak sallangokat és egyediségtől mentes történetet akarnak átadni nekünk, akkor üde színfoltja lehet ennek a műfajnak. Az osztályzásomat már láthattátok, és igazából jelenleg is látjátok a képernyőn. Egy gyenge 8-est megérdemel. Akciófilm műfajú alkotás nálam feltételezhetően sosem fogja elérni a maximális 10 pontot szerintem, de hosszú az élet is, az elkövetkező filmek listája is bővülni fog. Szóval igazából semmi sem lehetetlen, és soha nem mondjuk, hogy soha.